Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar, mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sziszi podcast magyarul tanulóknak. A mai epizód eléggé személyes lesz, bár szinte biztos vagyok benne, hogy sokan magukra fognak ismerni. Arról fogok mesélni, hogy kezdődött a social media függőségem, hogy hagytam abba a görgetést, és hogy milyen irányba változott ettől az életem. Azért döntöttem úgy, hogy csinálok erről podcastot, mert rengeteg nyelvtanuló küzd azzal, hogy nincs elég ideje vagy energiája a tanulásra, miközben a legtöbben, ha megnézzük a képernyőidőnket, akkor azért kiderül, hogy időnk az valószínűleg lenne. Energiánk viszont már tényleg nem marad a sok görgetés után, és az agyunk is egyre jobban hozzászokik ahhoz, hogy csak kényelmes dolgokat szeretne csinálni. Gondolkozni már nem lesz kedve. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy ez igaz lehet rád, akkor mindenképpen hallgass végig ezt az epizódot. Remélem, hogy inspiráló lesz sokatoknak. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/hungarianwithcici. Nemrég írtam hírlevelet is erről a témáról, és többen válaszoltak hosszú e-mailben, és éreztem, hogy mennyire más kapcsolódási forma ez így levelezni. Annyival személyesebb, és látom mindenkinek a nevét, köszönünk egymásnak, van tisztelet, kedvesség, normális emberi kommunikáció. Nem csak egy random névtelen komment, sokszor olyan stílusban, ahogy szemtől szembe soha nem beszélnél valakivel. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Lehet, hogy már láttad, hogy végleg elköszöntem az Instagramtól kb. 2 hete, és az utolsó posztomban bővebben is kifejtettem, hogy miért döntöttem így tartalomgyártóként. Ebben a podcastban most arról fogok mesélni, hogy felhasználóként, fogyasztóként mi játszódott le bennem az elmúlt pár évben. Szerintem a COVID alatt kezdődött minden. Persze már a COVID előtt is egyfolytában a kezemben volt a telefonom, de nem éreztem, hogy teljesen átvette volna a hatalmat fölöttem. Még egyáltalán nem volt divat rövid videókat nézni, legalábbis én még nem néztem. Én viszonylag sokáig ellenálltam, de aztán végül letöltöttem én is a TikTokot, mert hát, mint mindenki más, én is borzasztóan vágytam a kapcsolódásra, főleg a kijárási tilalom alatt. Szerintem tényleg itt kezdődött minden, a rövid videókkal és a Covid-dal. 2 hiányt is pótolt akkor, ami akkor az igazi életemből hiányzott, bármi történés, és kapcsolódás emberekkel. Mivel sehova nem lehetett menni, és semmit nem lehetett csinálni, az agyamnak nagyon tetszett a kis dopamin fröccs, amit kapott görgetés közben, és a kommenteket olvasva, vagy írva, azt éreztem, hogy tényleg része voltam egy beszélgetésnek, egy élménynek, és ezt amúgy sokáig nagyon jó dolognak is tartottam. Csak az a baj, hogy utána függő lettem. Ennek ott és akkor tényleg volt helye, talán, mert egy elviselhetetlen és bizonytalan helyzetben voltunk. Érthető, hogy vágytam valamire, ami megkönnyíti a helyzetet. De sajnos az életem része maradt akkor is, amikor már csak rombolt, és nem volt rá többet szükségem. Mivel a munkám része is az online jelenlét, ezért még nehezebb volt határokat húzni. Az elmúlt 2 évben már nagyon átvette felettem az irányítást ez az egész. Folyamatosan ott volt a kezemben a telefonom. Pánikoltam, ha kezdett merülni. Sokszor órákon keresztül ott ragadtam videókat nézni. Minden reggelt azzal kezdtem, hogy fél órát görgettem ágyból. Minden este úgy aludtam el, hogy még 1-2 órát görgettem ágyból. Folyamatosan olvastam a kommenteket. Mérges lettem naponta 3-szor idegenek hülyeségei miatt, aminek semmi értelme. Néha részt is vettem kommentháborúkban, ami a világ legnagyobb hülyesége. Na és eljött az a pont, ahol már rosszul voltam attól, hogy mennyi időt veszel az életemből. Valamikor ennek az évnek az elején, szerintem. De sokáig nem tudtam pontosan, hogy mit csináljak. És tudjátok, mi volt az a konkrét pillanat, amikor rájöttem, hogy soha, de soha többet nem akarok órákon keresztül rövid videókat nézni?
amikor Lombkató Így tanulok nyelveket című könyvét kezdtem olvasni pár hónappal ezelőtt. Na, akkor három dolog ütött meg, de nagyon. Az első az volt, hogy már évek óta tényleg őszintén nagyon el akartam olvasni, és mégsem tettem. És amikor elkezdtem olvasni, annyira imádtam, hogy elgondolkoztam azon, hogy tényleg azért halogattam évekig ezt a mesterművet, ami emberileg is, és szakmailag is hozzáadott az életemhez, hogy cuki kutyás videókat nézzek, és 30 TikTokot küldjek a barátaimnak valami hülyeségről. Ez így teljesen kiakasztott, amikor komolyan belegondoltam, hogy mennyi agyromboló dologgal töltöm az időmet, és mindent halogatok, ami engem épít. Az agyam leépítése lett a top prioritás, és a fejlődés az valahol a lista legaljára került. A második dolog az volt, hogy Lombkató sokszor hangsúlyozta a könyvében, hogy lusták lettek az emberek, és nem akarnak gondolkozni, mert ez nem kényelmes. És ez 95-ös könyv egyébként. Bár eléggé fájt, be kellett látnom, hogy igaza van. Nekem nagyon sokat segített, hogy ezt be tudtam ismerni. Nyilván most csak magamról beszélek, és ez nem feltétlenül igaz mindenkire, sokféle élethelyzet van. Nekem szükségem volt erre a pofonra, hogy felismerjem, hogy tényleg elkényelmesedtem. Rövid videókat görgetni a legkényelmesebb dolog az agynak. Rá kellett jönnöm, hogy nem arról volt szó, hogy nem volt energiám tanulni, mert nem tudom, valami mentális betegségem van, vagy biztos vitaminhiányom van, vagy valami probléma, amiről nem tudok, ami miatt én nem vagyok képes tanulni. Mert persze hát napi szinten jöttek elém ilyen videók, amik megnyugtattak, hogy nem velem és a szokásaimmal van a probléma, biztos valami mással, amiről én nem tehetek. De az van, hogy azért nem voltam képes tanulni és edzeni úgy, ahogy elterveztem, mert borzasztó szokásokat alakítottam ki, amik csak elvették az energiámat, és nem adtak semmit cserébe. Nem aludtam eleget, nem ettem rendesen, nem mozogtam eleget, nem sétáltam minden nap. Feküdtem, és görgettem a telefont, miközben chipset ettem, és persze csodálkoztam, hogy hát vajon miért nem megy úgy az életem, ahogy szeretném? Milyen érdekes, nem? Na és a harmadik dolog az volt, hogy kiakasztott, hogy szinte fizikai nehézséget okozott a könyv olvasása. Nagyon elszomorított, hogy ennyire elfáradt már az agyam a sok hülyeségtől, hogy egy ennyire értékes írásra alig tudok koncentrálni. Régen három könyvet olvastam egy hét alatt, az internet előtt, mindig imádtam olvasni. Most pedig, amikor valami kicsit hosszabb volt, és kicsit bonyolultabb, a régiesebb szavak miatt, akkor kb. Fizikai fájdalmat éreztem, annyira kellett koncentrálnom. Kiakadtam, hogy akkor most már csak Pinterestes idézeteket lesz képes befogadni az agyam, minden más, ami hosszabb és komplexebb, azt ilyen kint szenvedés lesz elolvasni, akkor is, ha egyébként nagyon tetszik, mert egyébként imádtam olvasni a könyvet, maga a tartalom nagyon jó volt. Arról ne is beszéljünk, hogy minden egyes alkalommal azzal kezdtem az olvasást, hogy megosztottam Instagram sztorikban, hogy most olvasok. Olvasás közben is percenként csekkoltam a telefonomat, és tényleg kiakadtam, hogy ha most ennyi idősen már ennyire leépült az agyam, akkor mi lesz később, ha így folytatom tovább? Ez az egész olvasás élmény annyira megijesztett, hogy tényleg volt egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy így felébredtem, és már egyáltalán nem volt nehéz megállni, hogy görgessek. Addig mindenfélevel próbálkoztam, hogy redukáljam az online jelenlétemet, próbáltam szabályokat felállítani, próbáltam leszokni, miközben igazából borzasztóan ott akartam lenni. És eljött a pillanat, amikor csak abba hagytam, mert egyáltalán nem vágytam rá, mintha átkapcsoltak volna egy gombot a fejemben. Eddig csak azt akartam, hogy ne akarjak online lenni, most pedig már nem akarok online lenni. Óriási különbség. Egyébként nemrég vendég voltam Kis David podcastjában, majd berakom a linket a leírásba, akivel a nyelvtanításról, tanulásról, a social médiáról és személyes dolgokról is beszélgettünk, és igazából Dávid adta meg az utolsó lökést, amire szükségem volt ahhoz, hogy végleg el tudjak köszönni az Instagramtól, ami miatt már egyébként két éve szorongtam napi szinten.
Amikor Dávid arról kérdezett, hogy milyen tartalomgyártóként ez és ez, akkor azt válaszoltam, hogy nem vagyok tartalomgyártó, tanár vagyok. És Dávid kiemelte, hogy persze elsősorban az vagyok, de tartalomgyártó is vagyok. És akkor ez így megütött, hogy hát én nem akarok az lenni, és nem akarom, hogy azt mutassam kifelé, hogy elsősorban az vagyok. Az milyen edukáció, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy minél több időt töltsenek az emberek Instagramon. Ahol egyébként esélytelen bármi tényleg értelmes dolgot megosztani, annyira kevés hely van hozzá. Egy dologra jó, illúziót kelteni. Zseniális, abban zseniális. Arra tényleg nagyon jó, hogy elhidd, hogyha elvileg edukációs tartalmat görgetsz, hát akkor hasznosan töltötted az elmúlt egy órát, miközben zombiként bámultad a képernyőt. De lementettél sok hasznos posztot, úgyhogy azzal meg is kaptad ezt az érzést, hogy ma is tanultál valamit, de ez sajnos nagyon sokszor nem igaz. De tényleg olyan érzés, mintha. Azt is utáltam már, hogy évekig próbáltam minél rövidebbre fogni magam, 30 másodpercen belül maradni, mert tartalomgyártóként igazodnod kell ahhoz, hogy mit akarnak az emberek, mik az igények, de tanárként nem gondolom, hogy ez az emberek igénye, azt gondolom, hogy ez az emberek rossz szokása, amit nem támogatni kell, hanem inkább felhívni rá a figyelmet, hogy ez egy óriási probléma, amivel el kell kezdeni foglalkozni. Nálam úgy kezdődött, hogy egy vasárnap reggel kaptam egy felkavaró kommentet, nem volt különösebben negatív, de egyszerűen csak nagyon irritált. Kedvesen reagáltam rá, és utána letöröltem az összes social appot a telefonomról, és eldöntöttem, hogy egy nyugis vasárnapot szeretnék offline. Elmentem a könyvesboltba, nézelődtem 2 órán keresztül, vettem 2 könyvet, beültem egy kávéra, és egy sütire egy kávézóba, olvastam, elmentem a kondiba, játszottam a kutyámmal, sétáltam, és befejeztem a könyvet a függőágyamban a kertben, aztán még maradtam kicsit hintázni, miközben feljöttek az első csillagok. Annyira kiakadtam, hogy milyen rég nem volt ilyen napom. Évek óta 5 percenként nézegettem a telefonomat, és az értesítéseket, ha nem percenként. Nagyon megtetszett az alkalmazások nélküli élet, és bár azt gondoltam, hogy másnap majd biztos letöltöm az összes social appot újra, végül nem tettem. Aztán a 3. és a 4. nap sem. Nem így terveztem, csak egy nyugis vasárnapot akartam, amikor egyszerűen így betelt a pohár. És tetszett az agyamnak, és a lelkemnek is borzasztóan az offline lét. És megtapasztaltam, hogy amitől a legjobban féltem, hogy le fogok maradni valamiről, annak pont az ellenkezője következett be. Rájöttem, hogy az igazi életről maradtam le már évek óta, és semmiről nem maradok le az Instagram és a TikTok törlésével. Egy kis agymosásról esetleg, de az talán nem baj. Nyilván tök jó, hogy van internet, rengeteg előnye van. Azzal sincs baj, ha megkeresel egy konkrét videót Instagramon, mondjuk egy recepthez, vagy valami, nem tudom, kézműves projekthez, de azt nem tartom egészségesnek, hogy valaki, bár inkább valami más döntse el, hogy én mit nézzek. És ez a valami annyira okos, hogy hamar megtanulja, hogy működök, mert nem is vagyok annyira bonyolult, ugye? Mit szeretek? A cuki kiskutyás videókat, a vicces videókat a hétköznapi életről, a vegán recepteket, a posztokat a gyerekkori traumákról, amiket ha meglátok, majd nagyon megértve érzem magam 3 másodpercig, aztán eltelik 2 óra, és az algoritmus nyert. Ott tartott. És nem csak ott tartott, azt is elérte, hogy azt érezzem, hogy ez megérte, ez jó volt. Én most pihentem, és kikapcsoltam, és nekem erre szükségem volt. Én ezt megérdemeltem. Végre végeztem a munkával, megérdemlem, hogy berakjak egy filmet, amire egyáltalán nem fogok figyelni, mert a telefonomat akarom görgetni közben. Teljes kielégülés az agyamnak, milyen jó. Na hát ebből lett elegem, és megláttam, hogy mennyire beteg ez az egész, és mennyire veszélyes. És borzasztóan megijesztett, hogy most már kb. 5 éve vagyok nagyon durván függő. Vajon mi lesz később, ha már most így érzem magam?
és mennyi mindenről fogok lemaradni a való életből emiatt. Mennyi tanulástól, élménytől, hobbitól, szórakozástól, mozgástól, fejlődéstől fosztom meg magam, és miért? Azért, hogy kitörjön a nyakam, púpos legyen a hátam, nulla legyen a koncentrációs képességem, elkényelmesedjen az agyam, egy véleménybuborékban éljek, illúziókkal áltassam magam, idegenek hülyeségeire vesztegessem az időmet, és begörcsöljön a hüvelykújjam. A random görgetést már hónapok óta abba hagytam, viszont még mindig gyakran csekkoltam az értesítéseket minden platformon, és nézegettem mások sztoriait. Hetekkel ezelőtt letöröltem mindent a telefonomról, és már csak a laptopomra nyitom meg a YouTube-ot és a Facebookot, csak annyi időre, amennyire kell a munkámhoz, hogy feltöltsek dolgokat, és válaszoljak kommentekre, vagy üzenetekre. A YouTube-ot is csak laptopról nyitom meg, ha van valami konkrét, amit meg akarok nézni. És hihetetlen, hihetetlen mennyit javult az életminőségem. Érzem, hogy több energiám van, több időm van, több kedvem van dolgokhoz. Könnyebb olvasni, és sokkal jobban jelen vagyok. 47%-kal csökkent a képernyőidőm. Nagyon durva. Na és meg akartam osztani veletek azt a két dolgot, ami nagyon sokat segített nekem, nyilván a hozzáállásom mellett, mert már nagyon régóta éreztem, hogy ez így nem jó, és aktívan dolgoztam azon, hogy abba hagyjam. Az egyik dolog, ami segített, az volt, hogy letöröltem minden social media appot a telefonomról egy napra. Nem egy hétre, nem örökre, csak egy napra. És megtapasztaltam, hogy milyen így egy napom, hogy érzem magam, mi változik, és így nem éreztem a nyomást, hogy úristen, most örökre elköszönök tőle, és szerintem ez nagyon sokat segített. A másik dolog pedig az, hogyha nézek vagy keresek valamit social médián, azt csak a laptopomról teszem, és nem görgetek semmit. Csak azt nézem, amit én akarok, nem azt, amit elém raknak. Aztán ígértem, hogy mesélek arról is, hogy mi változott. A görgetést, ezt szerintem kb. 3 hónapja hagytam abba, azóta szudokuzok reggel, vagy néha a férjemmel együtt, eddig itt ültünk egymás mellett a kanapén, és videókat küldözgettünk egymásnak, most szudokuzunk, vagy nintendozunk. Podcastot hallgatok reggeli közben, nem a telefont görgetem, nagyon sokat sétálok, nem megy el fél óra azzal, hogy még ágyból görgetem a telefont, azonnal felkelek, és egy óra sétával kezdem a napot. Elolvastam 3 könyvet, elkezdtem blogot írni, amit eszméletlenül imádok, nagyon-nagyon élvezem. Végre nem kell visszafogni magam, hogy jaj, hogy legyen minél rövidebb, hogy érjem el, hogy végigolvassák az emberek, hanem így tényleg adhatom önmagamat, ez nagyon felszabadító egyébként. Az első blogbejegyzésem úgy elérhető mindenkinek ingyenesen, a leírásban megtaláljátok majd hozzá a linket. Aztán folytatom a listát, fogytam 5 kilót, mert nem csak a reggeli telefongörgetés helyett sétálok, hanem az esti helyett is. Reggel is és este is kimegyek 1 órát sétálni, néha többet. Aztán az egyik legmeglepőbb dolog, amit észrevettem, az, hogy elkezdtem észrevenni egy csomó apróságot filmekben, amiket évek óta csak berakok háttérzajnak. Kiderült, hogy évek óta nem is nézek filmet. Mindig csak ment a háttérben, miközben nyomkodtam a telefonomat. Aztán mióta több energiám van, mindig szívesen főzök itthon. Ennek is nagyon örülök. Végignéztem egy sorozatot spanyolul. Már nem pánikolok, ha messze van a telefonom. Más helyiségekben hagyom, vagy ha enni megyünk, itthon hagyom, és nem is hiányzik. 2 naponta 1-szer töltöm, nem naponta 2-szer. És 1 hónapja elkezdtem vezetni az autópályán. Ez óriási félelmem volt. 2 éve vezetek, itt kezdtem vezetni El Pasóban, és mindig kertek alatt mentem mindenhova. Ez őszintén nem tudom, hogy emiatt van-e, hogy abba hagytam a görgetést, de szerintem simán lehet, mert tényleg nagyon-nagyon sok pozitív energia szabadult fel, mióta abba hagytam. Meg talán az is segít, hogy nem látom a híreket minden nap, hogy hány baleset volt, de már egyáltalán nem félek, és fele annyi idő alatt ott vagyok mindenhol.
és ilyen szempontból is kinyílt a világ. Most egyébként úgy érzem magam, mintha ilyen csoportos terápián lennék elvonón, kiállnék emberek elé, és elmondanám, hogy már 3 hónapja józan vagyok. Azt szomorít el a legjobban, hogy mennyire társadalmilag elfogadott lett a közösségi média és a telefonfüggőség, mint Magyarországon az alkohol és a dohányzás, teljesen oké, normális, arra is azt mondják, hogy hát mértékkel mindent lehet, mértékkel rendben van. Azon gondolkoztam, hogy vajon akkor is így gondolnánk-e, ha kokainnal helyettesítenénk a példában. Napi 30-60 perc görgetés, ez még oké. És ha azt mondom, hogy egy kis kokain oké minden nap, nem sok, csak egy kicsi. Meg együtt nevetünk azon, hogy ma se csináltam semmit, csomó dolgom lett volna, meg tervem, de már két órája itt görgettem a telefonomat. Rosszul vagyok ettől már. Ez is ugyanolyan visszataszító lett számomra, mint az, amikor azt kell hallgatnom felnőtt emberektől, hogy mennyit tudnak inni, és mekkorát hánytak egy buli után. Lehet másik utat választani. Mindig. Na viszont, miután kiraktam Instára az utolsó elköszönős posztomat, meglepődve láttam, hogy a legtöbb ember gratulált a döntésemhez, és azt írta, hogy ő is vágyik arra, hogy megtegye ezt a lépést. Ezt jó jelnek veszem, mindenképpen pozitív tendencia. Remélem, hogy hamarosan egyre több ember e felé veszi az irányt, és visszaszerzi az idejét és az életét. Ha te is küzdesz ezzel a problémával, akkor sok sikert kívánok a legyőzéséhez. Megérdemled, hogy legyen időd és energiád azokra a dolgokra, amik fontosak neked. És a jó hír, hogy meg is tudod adni magadnak. Cseréld le a görgetést, vagy a napi 30 percedet social médián magyar tanulásra, vagy olvasásra, vagy arra, hogy sétálás közben hallgatod a podcastomat, és 1-2 hónap elteltével nézd meg, hogy érzed magad. Ha van kedved, írd meg a kommentekben, hogy mit gondolsz erről a témáról. Ha úgy érzed, hogy ez nagyon nehéz lenne még magyarul, akkor nyugodtan írhatsz angolul is, vagy próbáld meg egy részét magyarul írni, és ha elfáradsz, folytasd angolul. Ez mindig nagyon-nagyon jó gyakorlás, ha írsz magyarul kommentet a podcast témájáról. Ez most kicsit hosszabb lett, mint a többi epizód általában, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm az idődet, és hogy végighallgattad, vagy végignézted. Legyen nagyon szép napod, nem sokára találkozunk a következő részben.